Tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Egy igazi újpesti ikont üdvözlünk itt most a stúdióban. Nem is szaporítom tovább a szót, csak a nevét mondom, Kabát Péter. Szia Péter! Szia Gábor! Amikor elkezdtük, amikor próbáltam szervezni ezt a beszélgetést, akkor arról volt szó, hogy figyelj, mindenről lesz szó. Lesz szó, Kabát Péterről lesz szó. Televíziózásról lesz szó mindenről, de hát majd az egy picit focizunk is. Aztán mert... a fociról nem lesz szó. Mindenről, csak a fociról, nem? Csak most a fociról, de azért persze nem megyünk el a foci mellett sem, de azért. Jó nézzel ki. Hát figyelj ide, de jó, hogy nem rólam szól ez a műsor. Köszönöm szépen. Majd legközelebb meghívtok ti is a te televíziódban. És akkor én leszek a... És akkor így van. Te leszel a Gergely Gábor, és én a Kabát Péter. Csak még a tetoválásaimat még akkor meg kell csinálni. Fölrajzoljuk. Szóval Peti, nagy kérdés, és tényleg a legeslegelső. Hogy vagy, mit csinálsz most? Mert ugye látjuk, hogy itt a tévé, ott a foci meccs, itt. Mit csinálsz most? Szétszakadsz? Hát köszönöm a kérdésed, először is jól vagyok. Tehát elég sok minden van így körülöttem, most itt a tévézésről beszélünk. Most lesznek műsorok, amikben benne leszek. Úgyhogy az hamarosan indul, de már nem titok, a nyerőpáros hamarosan indul. Úgyhogy a Balázs lesz a műsorvezető, én a játékmester, ugyanúgy, mint az előző 4 évadban. Úgyhogy az hamarosan látható lesz a tévében. Meg még azért lesznek műsorok, amiket már fölvettünk, meg amiket majd most fogunk fel. Meg amiről még nem lehet beszélni. Amiről még nem lehet beszélni, de amit fölvettünk, még arról se egyértelmű. De lesznek műsorok, de elsősorban nekem a foci volt, és mindig is a foci lesz az első. Itt elsősorban az Újpestről beszélünk, úgyhogy én kim vagyok minden nap, kim vagyok az irodába, kim vagyok az utánpótlásnál a Tábor utcába. De jó. Úgyhogy én minden így figyelemmel követek, és a meccseken természetesen ott vagyok. Egyetlen kérdés, és tényleg nem a Fradi meccsről akarok, hanem Kabát Péterről szeretnék beszélgetni itt Újpesten, mert te, ahogy mondtam itt neked a beszélgetésért, neked mindig helyed van itt nálunk. Köszönöm. A stúdióban. Mert, de jól is, én mindig jól érzem. Mert tényleg olyan vagy, hogy bármiről beszélhetünk, és ez nekem nagyon-nagyon fontos. De egyetlen egyet, kint ültök ti, régi játékosok, igazándiból meghatározói a klubnak, milyen érzés nézni ezt a szenvedést? Hát nem könnyű, nagyon nehéz. Én itt a Fradi meccs után 2 napig nem aludtam. Tehát itt az a vasárnap volt pontosan a meccs, tehát itt, ott semmit nem aludtam. Nagyon-nagyon zavart, és tényleg ilyen hajnal 2-ig fenn voltam, akkor elaludtam 1 órára, utána megint felébredtem, mindig ez járt az eszembe, hogy tudtuk, azt tudtuk, hogy nem mi vagyunk, tehát itt ezt mindenki tudta, hogy nem mi vagyunk, nem mi voltunk a mérkőzés esélyesei, de viszont azért 6-ot ne kapjunk, tehát ez borzalmas volt, és legyen 1-3, 1-3, 2, rúgjunk gólt, azért 1-2-t, de ez kemény volt nagyon. Utolsó kérdés erről, hogy lehet kimászni ebből a katyvaszból? Hát egy győzelemmel. Csak a győzelem. Most itt nem embercsere, edzőcsere, akár győzni kell, nem? Győzni kell. 3 pontunk van, utolsó helyen állunk, jön a Vasas, aki pont előttünk van, meg kell verni, 3 pontot szerezni, itt az X-ek se jók, már 1 ponttal semmire nem mész. A győzelem az mindenképpen szerintem az valamilyen szinten így azért lehet, hogy egy kicsit így feloldó. Hogyne, figyelj, amikor egy békjóban van az ember lába, az nagyon sokat számít. Lezártuk a Fradi meccset, de természetesen megyünk tovább. Azt mondtad, hogy hú, jól nézel ki. Jó, ez a fekete slankit, nem? Ez slankit, hát de nem, jó állapotban vagy. Minuszban vagyok. Igen. Na, szóval... De ahogy elnézem, a televíziózás mellett azért te napi szinten tréningezel. Ne mondd, hogy nem. Nem, napi szinten nem. Napi szinten már nem. Napi szinten azért nem. Itt most a foci, ez egy kicsit így, még a haverokkal így ellenjárogatok, de... Múltkor játszhattál velem egy csapatba. Fú, de jó volt, nem? De jó volt, jó, kispályán nyomtunk, nyertünk. Hát simán, gólt rúgtam. Gólt rúgtam, minden. Így barátokkal van kedvem, meg így elmegyünk, meg el is fogunk menni egy heti egyszer, talán kétszer, de nekem most így a tenisz az nagyon tetszik. Tehát a tenisz az így nagyon bejött.
Azért dobtam föl ezt a labdát, hogy ez volna a következő a tenisz. Tudod, igen? Ki lesz az ellenfelem? A Nadal. Tehát arra gyúrva, jól hülyeskedek. De nagyon, nagyon megtetszett, januárban így elkezdtem járni. Pont a Vászkéval, Vasiljevicsel mentem le először, egyébként nagy teniszes, igen, nagyon jól játszik. Lementünk, és akkor így elkezdtünk ütögetni. Úgy volt érzékem a teniszhez, mert labdajáték, de nagyon megtetszett. És nagyon megszerettem, én elkezdtem járni tanárhoz. Óriási. Elkezdtem játszogatni olyanokkal, akik nálam erősebbek, akiktől tudok tanulni, akik ellen fejlődök. Úgyhogy az heti 2-3-at mostanában megyek. Óriási. Viszont a kezem azért ezt kicsinálja. Tehát a könyököm is fáj a csuklom meg az ujjam. A csuklod meg az ujjad az rendben van, mert más mozgás, mint a labdarúgás. A könyöködre pedig csak annyit tudok mondani, tessék nézni egy másik ütőt, mert valószínűleg a rezonancia teszi tönkre a könyöködet. De jó ütőm van, de egyébként jót mondtam, mert lehet, hogy amikor én elkezdtem, a rossz ütővel játszottam, és most már olyan ütővel játszom, amik egy kicsit puhább. Úgyhogy... Hol tartasz most magadhoz képest? A teniszben? Igen. Fejlődök. Szerintem itt minden nap, hétről hétre tud az ember fejlődni. Azt vettem észre, hogy hát nagyon fontosak a szervállások. Adogatások. Az adogatás az nagyon fontos a teniszben, és az egyre jobban megy. Most azt mondja, egyébként rá fogok arra menni nagyon, ráfekszem is az adogatás a szervállásra. Meddig nem nagyon szerettem, most viszont az utolsó időszakban egyre jobban megy, és megszerettem a szervállást. Meccset is játszotok, vagy csak tréningben? Játszok, meccseket játszok. Hát a Balázs a Sebestyénnel mostanában játszom. De nem ő nyer. Kétszer játszottunk, őszintén mind a kétszer nyertem, de nagyon jól játszik. Ott a szervállása voltak gondjai, de most elkezdett ez a padelezni, az a kisebb ütővel, az egy kicsit másabb, vagy egy teljesen más, úgyhogy, de most gyúr rám nagyon, hogy megverjen, de én meg nem fogom hagyni magam. Nagyon helyes, hát ismerünk, hogy te... Én az, láttam azt, hogyha bármilyen kispályás labdarúgó meccs van, akármi, ott kész, kabát nem jön le cserébe, meg mindenkivel összeveszik, ő ott nyerni kell. Persze, ez is volt nehéz néznem a Fradit. Igen. De Peti, ugyanarról nem beszélhetünk, ami majd lesz a televízióban, de ahhoz, hogy valaki televíziózzon, pláne országos televízióban is, ahhoz azért affinitásának kell lenni a kamerához, a vendégekhez, a műsorhoz. Sokat kell tanulni, hogy úgy érezd magad, minthogyha sétálnál, teszem azt a megyeri úton, otthonosan, igen. Én szerintem az ember, hogyha minél többet szerepel tévében és kamerák előtt, akkor megszokja egy idő után, és nem lesz talán zavarba, talán kevesebb idő kell neki, igen, hogy feloldódjon. Ezért nekem is volt, tehát sokszor volt, főleg az elején, amikor jó pár évvel ezelőtt elkezdtük így a párommal, először szerepeltünk a nyerőpárosba, ott azért elég naivak voltunk, elhittük, amiket mondanak, nem tudtuk, hogy hogyan kell a kamerák előtt viselkedni, vagy most már azért máshogy látom, sokkal jobban benne vagyok, sokkal jobban látom, azért igen, azért, hogyha sokat szerepel az ember, azért a megszokja. Két kérdés adódik, illetve egy kérdés, és inkább egy megállapítás. Az első kérdés, mindig le van írva, mit kell mondani? Nekem abszolút. Nekem pont az a jó, hogyha nincs leírva. Igen. Tehát nekem az úgy sokkal nehezebb, hogyha be kell tanulnom egy szöveget. Az nem az igazi. Nem, én nekem ami zsigerből jön, hogy nagyon így tudok így rögtönözök, és egyből tudok reagálni rá. Nekem az sokkal jobban megy, mert én magamat adom, én őszinte vagyok minden egyes műsorban, én nem játszom meg magam. És egyébként azt akartam mondani, hogy a nyerőpáros, ami hamarosan kezdődik, én a Balást egyébként figyelem. Tehát ő x-20 éve benne van a műsor, vagy a tévében, a rádióban, nagyon sokat tanulok tőle. Tehát én nagyon sokat lehet kérdezem, is. Nagyon jóban vagyunk egyébként tényleg, de nagyon nézem, hogy ő hogy csinálja, hogy beszél, hogy gesztikulál, hogy viszonyul a párokhoz, az emberekhez. Úgyhogy ebből én nagyon sokat tanultam. És azt most dicsérni foglak, ritkán mindig szoktam. Mindig dicsérsz, köszönöm hogy is, szépen. Hát de, frászkarikát, de most igen. Amikor elkezdted ezt az egészet, akkor én nagyon figyeltem a barátomra, az ismerősre, hogy hogyan is jön le a kép, hogyan is jön le a hang abból a bizonyos dobozból.
És azt kell mondanom, hogy gratulálok, mert most már értem, amit mondasz, nem hadarsz. Ugye? Nem hadarsz. Tréningeztél, tanárhoz jártál, szóltak, mert bevallom őszintén, azt mondtam, hogy jó, Kabát Petit, nagyon szeretjük, jó fotbalista volt, mindent bevállal, hát de beszédhibás. Aha. Na nem az. De igen, amit az előbb is mondtam, én szerintem az ember belejön, és nem jártam én se tanárhoz, se így, hogy kell beszélni. Nekem nagyon sokan mondták, mert én is el akartam menni egyébként. Még lehet, hogy elfogok, ezt most sose lehet tudni. Sose késő. Sose késő, de mondták, hogy ne menjek el, és ne veszítsem el azt, amilyen vagyok, és azt a... Mondok, szoktam persze hülyeségeket mondani, ki nem mondana, de azt a stílust, vagy azt a beszédkészséget, ami bennem van, az lehet, hogy a tanárhoz megyek, akkor elveszne. És az a szórakoztató, vagy a vicces figura, mint Kabát Péter, az lehet, hogy nem olyan lenne már, mint amilyen. Úgyhogy eddig még nem mentem el, de lehet, hogy elfogok egyébként, de sokat tanultam, és szerintem is azért jobban beszélek. De, vagy szebben, inkább úgy mondom. Hát reméljük. Reméljük, hogy nem mondok, egyébként nem mondok hülyeségeket, de nekem az fekszik, hogyha így beszélgetünk felhőtlenül, nem kell befeszülni, ne, hát, és jól érzem magam, akkor és meg tudok nyilvánulni, az nekem sokkal jobb. Kedvenc műfajod, ha lehet így kérdezni. Hát érted, hogy voltál versenyző, kimásztál a dzsungelből. Voltam főzőbe. Voltál főző, versenybe, nem tudom, szerintem simán eltévedtél. Simán eltévedtél a konyhába, úgyhogy nem... Hát ki se tudtam nyitni a hűtőt. Hát de most komolyan, nem? Ilyen rosszul nyitottam a hűtőt. És mondják, hogy Peti, a másik oldal... Ja, de én ezt nem direkt csinálom, Gábor. Én siettem stresszbe. Főzés azért nagyon más. Távol áll tőlem. Én egyébként nagyon felkészültem akkor, tehát én jártam tanárhoz. Nem egy hónapig, hanem kettő heti, három, négyszer, ötször. Most egy teját meg tudsz csinálni. Hát, teját, egy rántottát meg tudok. Egyébként a húsokat jól sütöm, azokat megtanultam. Mártások, meg a pürébe vagyok. Pürébe. Te mire? Akkor otthon meglepheted a párodat. Meg tudom lepni, de inkább rendelek. Azzal? Persze, inkább rendelek, de... És azzal lepem meg, szerintem az ember. Baj nem lehet belőle. Figyelj, azt nem tudom elszúrni. Egyszer próbáltam meglepni egy ilyen hagymás rostélsebb, figyelj, az egész lakás füstölt. Olyan füst volt, hogy amire az ő nem talált be a lakásra, olyan büdös volt, hogy egy napig kellett szellőztetni. Figyelj, Gábor, Nem. Ezt hagyjuk. Hagyjuk ezt. Szerintem hagyjuk, de ez a... Nem, ő mondta, hogy ezt hagyjuk. Igen, ő is, de én is mondtam. Megcsinálom, hogyha nagyon muszáj, mert igen, egyébként igen. Kikapcsol, meg a memóriám egyébként az jó. Uh-huh. Tehát így megjegyzem a dolgokat. Jó. Most hiába rögztélek. Hiába, hát most mit, hát sírja. Nem, de egyébként jó a memóriám. Jó. Voltam a túlélőben. Na, ezt akartam igen, még, hogy a túlélő. Volt egy olyan a, nem tudom melyik sorozatban, amikor azt mondták, sorozatban hogy onnan, még nem vagy voltam. Nem, hanem ilyen túlélő, vagy nem tudom milyen. Survivor. Vagy valahonnan le kellett ugrani. Ó, az nem is egybe volt. Ó, hát mondom, ezt, hát jó, a Kabátot ismerem, tehát mindent elvállal, az de a mondom, celebbe volt, innen a celebbe nem fog leugrani, mondom, innen ember nem ugrik le. Figyelj, az a celeb vagyok, Mencskinnenbe volt, és akkor már csak négyen voltunk benne, azt tudom, és húztunk, hogy ki, mikor ugrik le. És én az utolsót húztam, tehát a negyediket, és mindenki leugrott. Figyelj, én úgy még nem féltem életembe. Ez egyébként az nem volt vicces. Tehát figyelj, 80 vagy 100 méterről kellett leugrani, és úgy, hogy kimentél hátra, és így hátra kellett dőlni. És emlékszem, az Dél-Afrikában volt, és köd volt, esett az első, hideg volt, és annyira féltem, hogy amikor kimentem azon a pallon, és ez a szakadék, hogyha nem ugrott volna le a három ember előttem, akkor lehet, hogy nem ugrok le. De az, hogy leugrottak, nekem le kellett ugranom ahhoz, hogy tovább menjek a játékba. Értem. Tehát ott muszáj volt. De figyelj, az ott nagyon-nagyon para volt. Viszont amikor leugrottam, az hihetetlen jó érzés volt. Tehát, hogy megcsináltam, hogy túl vagyok rajta, és akkor büszke voltam magamra. Jurásik Matyival, Mátyással beszélgettem nem is olyan régen, aki egy őrületbe
kapott bele most már évek óta, hegyet mászik el. Uff, nem mernék, nem mernék. Nem hegyet, nem sétál, nem Gellért hegyre sétál, hanem hegyet mászik, Kilimandzsáróra fönnment, meg Alpokban 4500 méterek, meg minden, és beismerte, hogy voltak olyan pillanatok most legutoljára, hogy azt mondta, hogy na jó, hát én milyen hülye vagyok, hogy ide jövök, amikor lehetnék a tengerparton is. De amikor leért, megcsinálta, azt mondta, hogy mikor megyünk legközelebb. Igen, az az tehát adrenalin, az, ez amit... Félelmetes. Egyébként, ez félelmetes. Egyébként biztos, hogy így van. Tehát az az adrenalin, hogy meg kell csinálnod, és megcsinálod, és sikerült, az mindenért kápoltod. Viszont én már nem keresem ezeket a... Nem vagyok 20 éves. Tehát azért a 20 évesen, én emlékszem, vagy 25 évesen, amikor kinfociztam Ausztriába, én elmentem a Vidán Parkba, a helyi vidámparkban, és egy órán keresztül fölültem arra hogyha, ami fejjel lefelé lógott, és azt élveztem, és nem volt félelemérzetem. Aha. És ahogy idősödök, hát igen. Azt vettem észre, hogy az utolsó két évben a nyerőpárosban volt ez a magassági feladat, amikor Balázsral bemutatjuk a játékot, és tériszonyos vagyok. Tériszonyos lettem, és lenéztem, és gyomorgörcs, és fönn a torkomba a gyomrom, és én már ezeket nem keresem. Akkor most marad a stúdió? Az igazi jó stúdió? Maradjon a stúdió, meg a tengerpart. Meg a tengerpart. És akkor inkább ott, inkább lent legyek, mint fönn. Mit akarok kérdezni, arról lehet tudni, hogy nem kell titkot, tudom, hogy itt nem szabad a televízió műsorokba elárulni, hogy már voltál már minden, túlélő, leugró, nyerőpáros, főző, akármi. Hogy mi leszek? Hogy most mi leszel? Mit fogsz fölvenni? Mi leszel? Hát sokféle. De csak úgy hirtelenjében vannak kihívások. Vannak kihívások, de ez nem. Majd a műsorban lejön, ezt nem jó, mondhatom nem, el. Ne is, nem mondhatom el, de leszek érdekes szerepben, érdekes figura. Úgyhogy a szeptember 19-től kezdődik a RTL Klubon a műsor, a nyerőpáros, úgyhogy ott minden nap látható leszek, meg szerintem jó szerepekbe. Igen, egyetlen egy, a focit azt kiveséztük, minden meccsen úgyis ott vagy, minden nap kint vagy a pályán, figyeled a fiatalokat, ez a, meg mindenkit. Egyetlen egy kérdés, ami úgy megvan, és fel szeretném tenni, hogy mennyi az elfoglaltság, amit még össze tudsz egyeztetni, a labdarúgás, ami a szerelem és az életed, és a munkád, ugye egy másik munkád, a televíziózás, ezt meddig lehet ezt így párhuzamba csinálni? Hát azért nem könnyű, mert azért így össze kell szervezni, meg kell szervezni, hogy uh-huh. Az volt a jó, hogy például a nyerőpárost azt nyáron forgattuk, uh-huh. Május vége, június első, június közepéig, tehát pont vége volt a bajnokságnak, vége volt a szezonnak. Pont ezért kérdezem. Nekem ez pont úgy jött ki, hogy meg Balázsnak is, mert ment el nyaralni, hogy nem volt szezon. Uh-huh. Tehát nekem ebből a szempontból szerencsém volt, hogy nem ütközött a bajnoksággal, nem kellett kihagynom meccset. És mi lesz, ha ütközik? Ha ütközik, akkor azt akkor meg kell beszélnem. Tehát az RTL-el is, Újpesten is, tehát azt egyeztetni kell, és akkor szerintem ebben nem lesz probléma. Nem lesz tehát, probléma. Tehát ezt így meg tudjuk beszélni. Eddig nem volt, tehát hál' Istennek lekopogom, eddig így szerencsém volt. Én annak örülök, hogy itt látlak, és annak örülök, hogy beszélgettünk, és annak örülök, hogy elérted azt, amit sok-sok évvel ezelőtt szintén itt nekem mondtad el, hogy abba gondolkodsz, hogy televíziózni szeretnél. És most már televíziózol, nem is akár milyen műsorokban, nem is akár hogyan. Peti, tudod, mit kérek? Legyen akkora örömed a labdarúgásba is, mint a televíziózásba. Mit szólsz ez? Nagyon szépen köszönöm. Tehát nekem soha nem, tehát nem titkoltam, nekem az első a foci. Hát tehát utána jön minden. Én úgy szeretnék megmaradni így az emberek emlékezetében, mint labdarúgó, tehát mint sportoló. Az, hogy van a tévé, és régen, vagy már azért egy pár éve benne vagyok meg, hogy láthatnak, az nekem egy öröm. Tehát én szeretek benne lenni, és a foci után, ezt sokszor elmondtam, hogy amikor én az aktív labdarúgással leálltam,
akkor azért egy 32 évig fociztam, tehát egy profi sportolónak a legnehezebb, hogy mit csinál utána. És nekem ebből a szempontból azért szerencsém volt, hogy jött a tévé, és valamilyen szinten az adrenalin, amiket a műsorokba, a kihívásokba megkapok, az úgy hasonlított, amit a foci meccseken, meg amikor készültem is, és bennem volt az a győzni akarás, az ugyanígy a tévében is megvan. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, ehhez Gábor. Nem tudok mit hozzáfűzni, csak annyit, hogy kívánom, hogy sikereket érjél el még az életben hosszú-hosszú időn keresztül, és magamnak pedig azt kívánom, hogy sokszor beszélgethessünk még. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, meg elsősorban azt mind a kettőnknek, hogy jó egészséget, mert az a legfontosabb, mert anélkül nem lehet. Köszönöm, Peti. Én is köszönöm, Gábor. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az újpesti sport. Remélem, jól szórakoztak. Ahogy Péter mondta, az egészség a legfontosabb, vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!